Sokan hiába veszik fel az elérhető otthonteremtési támogatásokat. A közelmúltban úgy megdrágultak a lakások, hogy az érintettek szinte semmit nem is nyernek a végén. Ennek okairól is szó lesz a mai 35 percben, ahogy az is kiderül, melyik megyénkbeli település lett különösen népszerű az elmúlt hónapokban a vidékre költözők körében. Köszöntöm Önöket! Közfoglalkoztatási vásár 99 megyebeli település képviseltette magát. Ingatlan piac nem állt meg a drágulás az új építésű lakásoknál. Felüldő sportturizmus megújult a Berek szíve üdülőközpont Vásárosnaményban. Sikeres az idei közfoglalkoztatási program Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Ebben az évben eddig 18 ezeren dolgoztak ennek keretében, fele annyian, mint 5 évvel ezelőtt. A csökkenés oka pedig, hogy sokan találtak állást az elsődleges munkaerőpiacon. Minden eddiginél több, egy híján 100 település költözött ki a nyíregyházi főtérre múlt csütörtökön. Az 5. közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron a programban érintettek mutatták be termékeiket. Hogy ezek közül melyik nyert a rendezvény első díját, az is kiderül következő bejátszásunkból. A Hungarikum a közé választott tárogatóval hívta egybe a vendégeket Pusztadobos polgármestere Dani Attila. A megnyitón Szulimán Zsolt, a belügyminisztérium főosztályvezetője azt mondta, nagyon sikeres volt a megyében a közfoglalkoztatás. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2021-ben 211 település vesz részt a járási programokban, közel 9000 fő közfoglalkoztatása mellett, míg nagyjából 8500 fő vesz részt más egyéb közfoglalkoztatási programban. Az előző évekhez képest ebben a megyében is csökkentek ugyan a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámai. 2016-ban ugyanis 37000 főről beszélhetünk, akik közfoglalkoztatásban vettek részt. Ez idén 18000 főre csökkent. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy az álláskeresői regiszterben jelen pillanatban is közel 27000 személy szerepel a megyében, akkor látható, hogy akad még bőven lehetőség a közfoglalkoztatásra, van még feladata a munkaügyi szervezetnek. Engedjék meg, hogy kiemeljem a kiállításon itt lévő 99 település közül azt a 15 települést, akiket most név szerint azért nem sorolnék fel, de 15-en vannak, melyek bekerültek a belügyminisztérium által 2019-ben elindított gazdaságélénkítő programba. Ennek a programnak a célja, hogy a kedvezményezett térségekben olyan fejlesztéseket hozzunk létre, melyek révén a helyben lévők számára teremtődnek új munkahelyek, illetve elősegítik a hátrányos helyzetű kistelepülések gazdasági erejének növekedését. A program keretében folyamatosan valósulnak meg az önkormányzatok által elképzelt beruházások. Reményeink szerint a program a jövőben is folytatódni fog, és újabb települések csatlakozhatnak a fejlesztésekbe, elősegítve ennek a térségnek is a fejlődését. Sötét kék színű, apró gyümölcs a berkenye, ezt dolgozták fel kék településen. A bogyóból készült gyümölcslé annyira finom lett, hogy első helyezést értek el vele a vásári versenyen. Annak idején, hogy 2010-ben, mikor indult ez a közfoglalkoztatási program, akkor közel 200 közfoglalkoztatottunk volt. Most lecsökkent már ez, 60 fős létszámmal dolgozunk. Mezőgazdasági termékeket termelünk, főleg saját felhasználásra. A korábbi években telepítettünk kísérleti jelleggel berkenyét, ami most az idén termett már olyan mennyiségben, hogy ugye elgondolkodtunk rajta, hogy mire tudjuk ezt hasznosítani. Azt tudtuk, hogy gyógyhatása van a berkenyének. Maga a berkenye önmagában egy fanyarizű növény, majd ezt javaslom, hogy kóstolja meg, de gyümölcsléként felhasználva, almával vegyítve, tulajdonképpen 100%-os gyümölcsre, amelynek 30%-a a berkenye, mert önmagában ezt nem nagyon tudná fogyasztani senki. Így kísérleti jelleggel készítettük, és ezzel neveztünk. Meg is lepett, hogy első helyezést értünk el vele. Román István megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy 2010-ben véget vetettek a segélyezésnek, és munkához kötötték az állami támogatást. Ennek is eredménye, hogy a rendszerváltás óta most dolgoznak a legtöbben az országban. A kormánymegbízott egy személyes történettel mutatta be a munkába járás értelmét. Kedves barátom, szokás szerint a reggeli munkába menet alkalmával
a kisfiát bevitte az óvodába. És mint ilyenkor az autóban beszélgettek, míg nem egyszer csak megszólalt a kisfiú, hogy apa, ha fölnövök, én is olyan szeretnék lenni, mint te. Milyen más mondatot szeretne hallani az ember a gyermekétől, azt gondolom, hogy ez mindenkinek a szívét megdobogtatja egy ilyen mondat. A barátom szívét is megdobogtatta, s hiú ember régvén elkezdett rajta gondolkodni, hogy vajon mire gondolhatott a gyermeke, hogy olyan erős, mint apa, olyan bátor, mint apa, esetleg olyan okos, mint apa. Hát gondolt, hogy megkérdezi a gyermekét, hogy mégis mire gondolt, mert hát érdekelte ez a mondat, mire a gyermeke azt mondta neki, hogy apa, én is minden reggel munkába szeretnék majd menni, ha fölnövök. De azt gondolom, hogy ez a gondolat azért is illeszkedik ide, mert a közfoglalkoztatásban, illetve a versenyszférában, akik dolgoznak, nagyon sok embernek az a vágya, hogy munkába tudjon menni minden nap, és ezzel biztosítsa a családja számára a megélhetést. Amikor 2010-ben rázártuk az ajtót a Gyurcsány korszakra, akkor arról is döntöttünk, hogy egy munkaalapú társadalmat szeretnénk építeni. Ennek egy nagyon fontos mérföldköve, nagyon fontos programja a közfoglalkoztatás, mert hogy a közfoglalkoztatás lehetőséget biztosít arra, hogy amíg nem sikerül elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, addig is lehessen dolgozni, tapasztalatot szerezni, illetve átmenetileg a megélhetést biztosítani. Így néz ki a híres nyírmegyesi tulipános virágláda. Ilyen díszítésekkel tették szemé a települést a közfoglalkoztatottak. Olyan 3-4 éve, akkor még ugye közfoglalkoztatottunk, volt több asztalos is, sajnos ők már kikerültek a munkavilágába, vagy nyugdíjba mentek, és akkor kezdtük el csinálni, ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jellegzetes motivumot faragjuk bele a kis ládákba, ez pedig ugye a tulipán. A Baktalórendházi standra paprikát, burgonyát és más zöldségeket hoztak. Ezeket a közétkeztetésben hasznosítják. 20-an vagyunk, a Dégenfeld kastélyban van egy hektárunk, ott szoktuk a sárgarépával a zöldséget, ami ott jobb feketeföld hagyma, ami jobban megterem. A többi a szakiskolának a hátánál homokföld, burgonyát, batátát termesztünk ottan, és ez is mind a közétkeztetésben megy be. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, több milliárdos munkaügyi programot hajtanak végre a rászorulók érdekében. Egy munkaügyi paktumpályázatot valósítunk meg a kormányhivatallal együttműködve konzorciumi partnerként. Ez egy 9 milliárdos program volt a TOP keretében az elmúlt években. Egy újabb 2 milliárdos programot most kezdünk el, és a következő 7 évre is egy 10 milliárdos program van kilátásban, csak a területi operatív program keretében, amit ugyancsak munkahelyteremtésre fogunk fordítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben 18 ezeren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. A Nyíregyházi főtéren 99 megyei település mutatkozott be múlt csütörtökön, az 5. közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron. Továbbra is erős az újépítésű lakások iránti kereslet, nem csoda hát, hogy az árak az egekbe szöktek az elmúlt időszakban. Ennek okai között szerepel az építőanyagok árainak közelmúltban tapasztalt drasztikus emelkedése is. Sokan így hiába veszik fel a különféle támogatásokat, majd hogy nem az egész összeg elmegy a megnövekedett költségekre. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Legány Andrást, ingatlanértékesítési szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Igen, ez így van. Nézzünk egy picit az okok hátterére, illetve a jelenség hátterére. Mennyiben befolyásolja ezt az ingatlanár emelkedést a szezon? Azért augusztus környékén szoktuk tapasztalni, hogy megnövekszik a kereslet úgy minden évben, akkor is, amikor normál időszakot élünk. Igen, ez az augusztusi hónap, ez egy ilyen vízválasztó, tehát az augusztus-szeptember. Ugye ilyenkor vannak azok, amikor a mezőgazdászok a terményeket betakarítják, a gyümölcsöket leszedik, és piacra kerülnek. Igazából ezt mindig úgy hívtuk, hogy az őszi pénz, tehát ilyenkor jönnek azok a feladatok, hogy ezek a szüret után a pénzt el kell költeni. Na most nagyon sok esetben ilyenkor ugye a család már a gyerekek számára ilyenkor augusztus végén, szeptember elején, közepén, októberben veszik meg azokat az ingatlanokat, amelyekhez ezek a termények segítették őket.
És nagyon sokszor nem is abban a városban, ahol éppen élnek, hanem más városokban, nevezetesen mondjuk, ahová a gyerek mondjuk tovább tanulni készül. Igen, ez is egy jó kérdés, egyébként meg egy érdekes téma. Tehát a mai világban már az albérleti részek, és itt ugye csatlakozhatunk az albérletekhez is, egyre inkább, tehát a főiskolai szinten, a továbbtanuló gyerekek szintjén ez kezd megszűnni. Az albérletet az más kategóriák, más családok veszik ki, a főiskolások, egyetemistáknak pedig a szülők, hát ahogy sikerül, inkább támogatják, és megveszik az adott településeken, városokban a lakásokat. Ezzel is könnyebbé teszik az ott létüket, illetve kollégista társak inkább kimennek a barátokhoz, ismerősökhöz, társulnak az ingatlanba és a rezsifizetésben, amely igazából, hogyha egy kis hitelt fejlesztek a szülők, abban az esetben gyakorlatilag a hálótársak kifizetik a fenntartási költségét az ingatlannak. Ez így nagyon gazdaságos. Jellemzően azért inkább használt lakásokat szoktak ilyen esetben vásárolni. Kik azok, akik az új építésű lakásokat keresik? Új építésű lakásokat? Én inkább azt mondom, hogy a szülők ebben az esetben, tehát amit én tapasztalok, tehát a saját tapasztalatom, ha a szülők megvásárolják ezeket az ingatlanokat, és még nem használták fel a csokkot, és ugye még ebben az esetben felhasználható, mert a gyerek még tovább tanul, ebben az esetben felveszik. Tehát mondjuk egy ilyen 25-30%-a, még ez is csokkos, de leginkább a fiatal házaspárok, tehát akik ott vannak, hogy gyereket vállalnának, tehát nem a szülők fogják be a csokot, hanem már a fiatal házaspárok, ők vásárolják az új építésű ingatlanokat. Igazából olyan állami támogatásokat kaphatnak most, ami kevesebb önerőt igényel egy 30-40 milliós ingatlannál, mintha egy használt ingatlant venne meg 20 millióért. Lehetett arra számítani, hogy ilyen brutális mértékben fölmennek az ingatlan árak? Egyáltalán milyen mértékről beszélünk, egy kicsit számokról is tegyünk említést. Hát van egy klasszikus ígjáték, sejtettem, csak nem gondoltam. Tehát az az igazság, hogy gondoltunk mi erre, hogy lesz, de az, hogy ilyen brutálisan fognak emelkedni, azért ez annyiban volt pozícionálható, hogy azért a magyar építőipar és a magyar kereskedelem azért az mindig magába hurcolt, hogy amit az állam mellé rakott, azt nagyon gyorsan be is építették az árba. Tehát itt azért kellenének olyan szankciók, olyan mérési adatokkal rendelkező embereknek ebbe döntést hozni, akik tudják azt, hogy mennyit vettek el ebből a sóderbányák, mennyit a téglagyárak. Tehát igazából gyakorlatilag teljesen benyerték azokat az állami támogatásokat, amelyeket kaptak. Lehetett pozícionálni, de hogy ennyire, azt nem. Tehát én álmomban nem gondoltam volna, hogy Nyíregyházán a szabolcsi bérek és fizetések mellett 490 ezer forint per négyzetméterért fogunk árulni egy lakást. Tehát ez nonsensnek tartom. Azok, akik ezt benyelték, ezeket az összegeket, ott hová kerültek? Tehát ott legalább a szektorban dolgozók bérébe beépült ez, vagy kihez kerültek ezek a pénzek? Nem ennek a beszélgetésnek a témája nyilván, csak a kérdés úgy felvetül. Én nagyon kíváncsi lennék azokra a markológépesekre és azokra a teherszállító járművezetőkre, hogy a fizetésük mennyit emelkedett. Én szerintem a vállalkozások maguk azok, amelyik benyelik ezeket a töménytelen. Mert hogyha már ilyen brutális árak vannak, akkor ahhoz kellene fizetőképes kereslet is. Tehát hogyha a bérek emelkednek belőle, akkor legalább valaki megveszi ezeket a lakásokat. Így van, ha azt nézzük, hogy 6 évvel ezelőtt 5000 forint volt egy köbméter beton, most meg 25-30 ezerről beszélünk, tehát egyszerűen röhely. És ebből a sóder a drága. Tehát ez a nevetséges, hogy ebből a sóder a drága. Hogyan tudja ezt lereagálni az ingatlan piac? Hol keresnek jellemzően lakásokat? Igen, itt van egy vándorlás abszolút mértékben. Irányába. Furcsa, azért ezt hozzá kell tenni, hogy igazából az újépítésű ingatlanok után a érdeklődés azért igazán nem csappant meg. Tehát soha nem gondoltuk volna, hogy Nyíregyházán vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tűrés határt ennyire ki lehet hozni, és ennyire beleteszik az utolsó fillérüket is az emberek, és mégis megveszik az új építésűt, bízván benne, hogy azért ez mégis egy új, garanciák vannak,
modern, tehát ez azért mindig egy csábító dolog, tehát ez is működik. De nagyon-nagyon felgyorsult és észrevehető a vándorlás. Az emberek Nyíregyházáról, tehát nagyon érdekes, vannak települések, ahol na, akár két irány volt. Tehát Nyíregyházán eladnak egy ingatlant, elmennek Rakamozra, elmennek Tiszavasváriba, elmennek Nyírtelekre. Ugyanígy például a Tiszavasvárit, azt most ki is emelném, például Tiszaújvárosból, Debrecenből és Nyíregyházáról költöznek ki, még azokkal a sajátosságokkal is, ami Tiszavasvárira jellemző. Tehát ott egy döbbenetes csere folyamatban van. Magyarul inkább eladják a debreceni nyíregyházi most pillanatnyilag nagy értékű lakásokat, ingatlanokat, vesznek harmadáron Tiszavasváriban, és maradt egy kis tőkéjük, és nyugton ott is egy élhető település. Boldogan élnek. És mind amellett, hogy amikor mondjuk Tiszavasváriba kell eladnom egy ingatlant, akkor nagyon fel kell hívnom a figyelmet arra, ami következménye lesz a Tiszavasváriban való életformának. Tehát azért mire szokta ilyenkor felhívni a figyelmet? Hát itt arra, megint belemegyünk egy kicsit, tehát ott azért Tiszavasváriban tudni kell, hogy eléggé megosztott a társadalmi réteg, tehát vannak erősen szegény emberek, és vannak kiemelkedően jobban élő emberek, magas a romák száma, és hát ugye azért nagyon sokszor azt mondják, hogy hát én oda nem megyek, ahol a romák laknak, na most Tiszavasvári az ennek most az ellentéte. Igazából én szerintem sikerült ott kialakítani egy olyan együttélési formát, hogy inkább elfogadják ezt, és mégis oda költöznek. Akár egy pozitív példa is lehet. Hát most nem akarom megdicsérni a polgármestert, de valószínűség. Tehát igazából ez tradíció. Tehát azért Tiszavasváron mindig is magas volt a romák aránya. Szerintem megtanultak együtt élni az ott élő emberekkel, és igazából inkább feladják azokat a környezeteket, ahol nem élnek, de ott egy olyan életvitelt élhetnek, ami egy... Azt mondom, hogy egy egészséges polgári élet, és itt az emberek nem sokra vágynak. Tehát arra vágynak, hogy nyugodtan aludjon, és nyugodtan keljen fel. Tehát tudja azt, hogyha beteg lesz, akkor ki tudja fizetni a gyógyszerét. És itt lassan erről beszélünk. És meg tudjon élni. És meg tudjon élni. Mire várható, hová fog ez kifutni, ez az egész jelenség, amit most meg tudunk figyelni? Én úgy gondolom, hogyha erre most bármilyen ingatlan szakmában dolgozó ember felelősség teljesen adna egy választ, az nem lenne komoly. Mi azt se hittük el, hogy idáig eljutunk. Én nagyon úgy gondolom, először is ugye nyakunkon van egy választás jövő tavasszal. Most, aki figyeli a napi politikát, és nézi azt, hogy most az ellenzéki vita esteken ki hogy reagál bizonyos kérdésekre, abból már nagyon sok minden azért leszűrhető, és pont a most hétvégén a csokkokról volt szó, az állami támogatás, a lakástámogatásokról volt szó, hogy ki milyen féleképpen akarja ezt megoldani. Változások lesznek. Változások lesznek. Én úgy látom, hogy ez attól függ, mi lesz. Mi lesz? De előbb-utóbb mindenkinek be kell látni, hogy Magyarországon nagyon fontos az állami bérlakásoknak a támogatása, és azoknak a építése, amennyiben ez elindul, abban az esetben nem lesz itt egy ingatlan krak. Tehát abban nem lehet gondolkozni, mint volt ezelőtt 10 évvel, hogy itt fizetőképtelenek kiválnak az emberek, nem tudjuk fizetni, és lezuhannak az árak, az ingatlan árak. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valószínűleg lesz egy stagnálás. Én azt mondom, ha lenne egy 10-15% csökkenés, akkor nagyon boldog lenne mindenki. Megfizethetőbbek lennének az ingatlanok, könnyebben hozzájutnának azok is, akik eddig nem jutottak hozzá, illetve az állami bérlakásoknak az építésével kapcsolatban pedig nagyon-nagyon egy lenne a fiataloknak. Ha még ezt fecskelakásoknak is indítjuk, akkor is egy borzalmas nagy előny lesz, de az biztos, hogy ez nem fogja bírni, tehát bizonyos társadalmi rétegek ki fognak esni, ha ez maradna. Azok a családok, akik bevállaltak most mindenféle támogatásokat és kedvezményes hiteleket, milyen kockázatokkal kell, hogy számoljanak hosszú távon? Igazából akkor kell kockázatokkal számolni, hogyha nem tudnak nem teljesülnek azok a dolgok, amiket bevállaltak. Itt egyértelműen a gyermekek áldásáról van szó. De most mai napig nem tisztázott igazából, hogyha
nem sikerült teljesíteni, akkor mi történik? Tehát milyen igazolás az, milyen vizsgálatokon kell keresztül menni azoknak a fiatal pároknak, anyukáknak, amivel igazolhatják azt, hogy jóhiszeműek voltak. Épp elég tragédia, én úgy gondolom az ezeknek a szülőknek, hogy nem sikerült mondjuk gyermeket nemzeni és családot szaporítani, tehát az egy nagyon nehéz történet. Ezzel kell számolniuk, és hogyha az anyagi részét nézzük, akkor pedig itt kamatosan kell megfizetni. Tehát nem a 3%-os kedvezményes kamattal fogja megfizetni tovább, hanem egy büntető kamattal. Tehát ha itt most nyakunkba veszünk egy 10-15 milliós hitelt, amit ugye gyakorlatilag hozzátesznek a 10 millió csokhoz, akkor ha ezt 20 évre számoljuk, akkor is 60-70 ezer, és hogyha most jelen pillanatban, de hogyha ez nem teljesül, akkor én nem is tudom, tehát 100 ezek. Most 100 fölött lesz, az biztos. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a házasságon is érdemes dolgozni, mert hogyha válásra kerül a sor, az egy külön konfliktus, kérdés. És ha elválnak, akkor azonnal szerződésszegés van. Tehát abban az esetben rögtön vissza kell fizetni mindent. Tehát nem egyszerű történet. Én nagyon félek nagyon sok esetben a fiataloknak ezen vállalásától. Bátorság kell hozzá. De hát fiatalok, az a dolguk, hogy menjenek és váltsák meg a világot, mi is azt csináltuk. És maradjanak stabilak a házasságok. Abszolút, igen. Ez a legfontos. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Megújult a Bereg Szíve üdülőközpont Vásárosnaményban. A komplexum a Felső-Tiszavidéki kerékpáros turisztikai úthálózat egyik pihenőhelyeként is funkcionál. A folyó biciklis túraútvonala az utóbbi időszakban jelentős fejlesztésen esett át. Összesen 350 km hosszon táblázták ki a töltést, emellett számos pihenő és szolgáltató pontot is létrehoztak a sportoló turisták számára. Így mutat a Gergely Ugornyai Tisza part mellett lévő Bereg Szíve üdülőközpont. Nemrég újították fel az épületet, amihez több kempingházat és villagúrját is kialakítottak. A vízisport és a kerékpározás kedvelőinek nyújt elsősorban pihenési és kikapcsolódási lehetőséget a komplexum. Mint azt Vásárosnamény polgármestere elmondta, egyre jelentősebb a kerékpározás kultúrája a beregi térségben. Hozzátette, a város célja, hogy a Dunántúlon és külföldön élők közül is egyre többen felfedezzék az itteni lehetőségeket. Ugye itt igazából egy régi úttörőtábor kellős közepén vagyunk, és látható a fejlődés, a fejlesztés, a megújulás, nem csak a névben, hogy Bereg Szíve üdülőközpont, hanem a mögöttem lévő központi épület, amely egyfajta konferenciaterem, ebédlő is egyben konyhával együtt, teljesen megújult a Magyar Kajakkenu Szövetséggel közös pályázatunk kapcsán. Ezt követően pedig különböző turisztikai pályázatokra nyújtottuk be igényeinket és elképzeléseinket. Itt nagyon fontos, hogy mit szeretnénk, hát mindig tudtuk, hogy mit szeretnénk, épp ezért azon voltunk, hogy egy 21. századi körülményeket megvalósító projekt sort tudjunk beindítani, és ezzel is indult. A napokban elkészült az a vizes blokk, az a mosdóegység, amely nagyon fontos, hiszen a kerékpárral is vízi járművekkel érkeznek a látogatók, a vendégek, a turisták. Ezen kívül a régi alpesi házainkat megújítottuk, mégpedig úgy, hogy az alsó részt pontosan az áradások okán kivettük, és fölül pedig 2x6 ágyas szobákat alakítottunk ki, ebből 4-et, tehát egyszerre 48 férőhelyünk van abban az egységben, és persze fogadjuk a vizitúrázókat is, számukra pedig a nyár folyamán 5 darab katonai és sátor ad szállás lehetőséget, 10 fővel sátranként, az egyszerre közel 100-an tudnak itt pihenni. Emellette egy filagúriát építettünk, hiszen fontos az, aki megismeri a Tisza partján a beregi, a szatmári ízeket, az tudjon abból meríteni, és önmagára számára is tudjon főzni. Épp ezért olyan filagúriát építettünk ki, amely ellátott mosogatórendszerrel, sütésre, főzésre alkalmas eszközökkel. Emellett pedig a régi, nevezzük így két parancsnoki épület is teljesen megújult. Nagyon fontos számunkra az, hogy a Tisza part kapcsán induljunk el a családbarát fejlesztések felé. Épp ezért a parton babamama szobát hoztunk létre. Itt a kismamák, akik egyre többen vannak gyermekeikkel, meg tudják a gyermekeiket szoptatni, etetni, tisztába tenni kulturált körülmények között. Emellett pedig hamarosan épül egy olyan játszótér is, amely megfelel az itteni körülményeknek, azaz a Tisza járásokat követően nagyon könnyen tisztítható, rendbe tehető, ez svéd típusú haksjátékból épül majd, és emellett pedig egy szintén a part közelében egy filagúriát is építettünk. És ne menjünk el amellett sem, hogy
olyan látványelemeket is kaptunk, olyan arcolt elemeket, amelyek a Tisza partján mindenütt ott vannak. Ennek tükrében pedig két öltöző egységgel is gazdagodott a Gergely-Ugarnyi Tiszapart. Az önkormányzat számára fontos az, hogy ne csak a vásárosnaminyak, hanem az ide érkező turisták is komfortos körülményeket kapjanak, és ide ne tudják elmondani, hogy kétszer voltam ott, először és utoljára, hanem jöjjenek minél gyakrabban. A projektben fontos cél volt, hogy ne csupán a természeti látványosságok, hanem az egyházi értékek is szerepet kapjanak. A Beregi térségben így a túraútvonalon elhelyezkedő templomok biztosítják a pihenőhelyeket, illetve azokat a kerékpáros szolgáltatásokat, amelyek a hosszabb kirándulásokhoz szükségesek. A református egyház műemlék templomai olyan helyen fekszenek, ahol a templomkertben vagy az egyházi épületekben lehetőség van arra, hogy pihenőpontokat alakítsanak ki turistáknak, kerékpáros turistáknak, és erre felajánlottuk azokat az objektumokat, amelyek rendelkezésünkre álltak, illetve azokat a területeket, ahol építeni lehet ilyen jellegű pihenőpontokat. Nagyon örülünk annak, hogy bennünket választottak, és hogyha a turisták egyébként is keresik a műemléktemplomokat, akkor annak a közelében jó, hogyha meg is tudnak pihenni. Ez egy nagyon szerencsés adottság, és örülünk neki, hogy a Beregi térségben is több helyen, Tálkoson, Csarodán és Tarpán kialakulhattak olyan segítségek, ahol nem csak a templom történetét mutatják be, hanem akár a kerékpárokhoz, alkatrészeket, a könnyebb javításokhoz megtalálják a kerékpárosok, illetve elfogyaszthatják kultúrát körülmények között az uzsonnájukat, mellékhelyiséget tudnak használni, tisztálkodni tudnak, és egy olyan őrzött helyen, amelyik ott van a célpont a turisztikai látványosság közelében. Ilyen táblák segítik a tájékozódást a töltéseken kialakított kerékpárutakon a Felső-Tisza vidékén. A Tokajta nyírséggel és a Bereggel összekötő összesen 350 kilométeres kerékpárút hálózat fejlesztéseire több mint 400 millió forintot fordítottak. A területért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, a beruházásokkal a Felső-Tisza vidéken Magyarország egyik legkedveltebb turisztikai célpontjává válhat. Sokan nem tudják, sőt meglepődnek rajta, de aktív turisztikai lehetőségeket tekintve a Felső-Tisza vidéke, a Bereg vidéke az fantasztikus adottságokkal rendelkezik. Nagyon sok gáton vezetett kerékpározható útvonal van itt, ahol autóforgalomtól elkülönülten lehet kerékpározni, de fantasztikus vízi turisztikai adottságok is vannak ezen a vidéken. Nem véletlen, hogy az első pillanattól kezdve indultak itt vízi vándortáborok és kerékpáros vándortáborok is, és az adottságokat megpróbáltuk jobban kihasználni. A gátakon futó kerékpárutak esetében az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy miközben az ember a gáton biciklizett, nem tudta pontosan, hogy hol van, úgyhogy most az elmúlt évben 350 kilométernyi kerékpárutat tábláztunk ki, tehát ez a probléma megszűnt, és most egy nagy program keretében, a GINOP 719 keretében 430 millió forintot biztosítottunk arra, hogy az erre túrázók számára megfelelő szolgáltatások is kiépüljenek. Szorosan együtt tudtunk működni a református egyházzal, hiszen itt a templomok mellett, a templomkertek mellett nagyon sok olyan épület állt rendelkezésükre, ami nem találta teljesen pontosan a funkcióját, és ezekben az épületekben alakítottunk ki pihenőpontokat, megállópontokat, és a mai napon ezeket fogjuk átadni. Ha ezt a sok fejlesztést mind összerakjuk, akkor bízhatunk abban, hogy fel fogják fedezni a Felső-Tisza vidékét Magyarországon, sőt én bízom benne, hogy Magyarország határain túl is a túrázók, hiszen itt fantasztikus élményekben van részük, és hogy ezt a munkát megkönnyítsük, ki is adtunk egy ilyen kiadványt, az Aktívan a Felső-Tisza vidékén és a Nyírségben címet viseli, és bízunk abban, hogy ez a Decathlonban megtalálható a túraosztályokon, bízunk abban, hogy ezzel is segítünk abban, hogy ezt a vidéket ezt felfedezzék, és ezt a vidéket felfedezik, akkor biztos, hogy nő a népesség megtartó ereje a településeknek. Biztos, hogyha többen jönnek ide, több turista érkezik, akkor ez segíti azt, hogy a fiatalok is megtalálják ezen a vidéken a számításukat.
Vásáros Naményban jelenleg is azon dolgoznak, hogy kihasználják a környék természeti adottságait. Miután a város határain belül 4 folyó, a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr is megtalálható, nagy hangsúlyt fektetnek a vízi és a kerékpársport fejlesztéseire és népszerűsítésére. Természetesen itt a folyók adták azt, hogy mivel a folyók gyakran áradnak és mozognak, töltéseket kellett építeni, árapasztó tározó épült és árvédelmi töltések. Rájöttünk arra, hogy ez a töltéskorona aszfaltozással, kerékpározásra alkalmassá tehető, és elmozdultunk a kerékpáros túrák felé, hiszen adja magát a középkori templomok útja, amely innen a Beregben és a Szatmárban bejárható, túrákat kezdtünk el szervezni, ezt követően pedig a NyKSZ-vel, Solymosi Jánosékkal elkezdtünk amatőr versenyt is szervezni. Észrevettük azt, hogy a lakosság, a környékbeliek rámozdultak a kerékpárra, elfogadták azt, hogy kerékpárral sokkal könnyebben és egyszerűbben minden elérhető, és egy környezetbarát eszköz is egyben. Épp ezért elkezdtünk aztán egy másik lépést tenni Nyíregyházával és Ibránnyal közösen, mégpedig a profi kerékpáros versenyek szervezését. Idén is volt kerékpáros versenyünk, amatőr 3 verseny, a profi pedig egy kiemelt ifjúsági világkupa, amely tükrében nagyon sokan megismerkedtek a kerékpárral, megnézték azokat a csodajárgányokat is, amivel a profik kerékpároznak, ugyanakkor mindenki a saját eszközeivel egy egyszerűbb amatőr versenyre akár be is tudott nevezni. A kerékpáros barát fejlesztések pedig összekapcsolódnak a magával a Bereg Szíve Üdülőközpont fejlesztésével is, hiszen itt is megvalósítottunk olyan fejlesztéseket, amelyek a vizes blokk építésére, amelyek a filagóri építésére irányultak, illetve a központi épületegység, amely szintén szálláshelyként is funkcionál, és egyfajta irányítási központként, egyfajta közösségi térként is funkcionál, ez is teljesen megújult. Nem fogunk leállni, tudjuk azt, hogy a Tiszaparton van egy nagy turisztikai pályázatunk is, amelyben 16 település konzorciumában kicsit nehezebben haladunk. Ennek tükrében 2 ingatlant vásároltunk közvetlenül a parton, és itt pedig az egyik korábbi étteremből információs pontot fogunk kialakítani. Itt lehetőség lesz kerékpárok kölcsönzésére, kajakok kölcsönzésére, mert az a nagy fixa ideánk, hogy aki kajakkal, kenúval érkezik, pattanjon bringára, aki pedig bringával érkezik, üljön hajóba, és látogassa meg ezt a csodálatos vidék, ezen csodálatos vidék valamennyi lehetséges látványosságát, akár fölfelé Jánd, Olcsva, Apát irányba, vagy pedig ki a Beregbe, Szatmárba, meg kerékpáron. A Bereg Szíve Üdülőközpontnál múlt hét csütörtökön több tucatnyian pattantak kerékpárra, hogy megtegyék a túraútvonal egy részét a Tisza mentén. A résztvevők a nap folyamán a Tákosi, a Csarodai és a Tarpai református templomnál tettek látogatást, majd a kora esti órákban Tivadarban értek célt. Eddig tartott 35 perc című műsorunk hétfői adása, de ne feledjék, szerdán visszavárjuk Önöket. A júliusban fenntartóváltáson átesett Kisvárdai Kórház mellett téma lesz a Vásárosnaményban megnyílt vadászati kiállítás és a fűtési szezon kezdetével járó levegőminőségromlás is, illetve hogy milyen új elemekkel védekeznek a jövőben a problémával szemben. Nézzenek bennünket aznap is, köszönjük figyelmüket!